Egyeim és uraim, Géci András és Maszat kutyának munkáját értékelem, engedelmes egyes szinten. Helyenként nagyon figyelmes a kutya vezetőjével, egy nagyon tudatos vezetőt láthatunk a pályán, és könnyen vezetek egy kutyával. Részleteiben, órázó követésnél, az első lépéseknél leszagol, utána felveszi a ritmust, és nagyon együttműködő a vezetőjével, folyamatosan figyeli őt, hogy mit is kellene csinálni. Néha sajnos kiszagol, tehát kiesik ebből a koncentrálásból, de rögtön vissza is tér. Az ültetése nagyon gyors és figyelmes a csoportban, könnyen vezethető ez a gyakorlat, nagyon jó minősítésű. Ültetés eltávolodásakor az ültetése azonnal reagál, a vezető eltávolodásakor viszont szaglászik, sokkal jobb lenne, hogyha figyelni a vezetőt a visszaérkezéséig, de a pozíciót nem vált, csak a nyaka nyúlik a földig. Visszaérkezéskor már kihúzza magát, figyelmes a vezetője, ez a gyakorlat még kitűnő. Fektetés eltávolodásakor azonnal reagál a vezetőre, gyorsan lefekszik, majd a későbbiek folyamán ennek egyenesebbnek kell lenni ennek a fekvésnek, tehát ne feküdjön ki oldalra. Nagyon jó ránézni erre a párosra, mert nagyon vidám, együttműködő csapat, ez a gyakorlat még kitűnő. Helyben maradás, figyelem elvonással. Az elején még nyugodt, sajnos egyszer fel kellett, vissza kellett lenni hozzá, ezért ez a gyakorlat többi részét nyugodtan végrehajtott, ez a gyakorlat megfelelő. De a mai napon ez még éppen egy nagyon jó minősítés, 90 pontot.